Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Fontos döntéseket hozott hétfőn a parlament. A képviselők megszavazták az egyetemek finanszírozásáról szóló törvényt, mely szerint az alapítványok a következő 5 évben 1630 milliárd forintot kapnak a költségvetésből. Szintén megszavazta az országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbítását, ami így január 1-jéig tart. Vendégem a témában Pósán László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a Kulturális Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye ez egy visszatérő téma, és hát igen, felkapott a médiában is az egyetemi finanszírozás az új modell szerint az alapítványok fenntartásában. Itt az indoklásban, ha jól emlékszem, első körben az hangzott el, hogy hatékonyabb lehet így az egyetemek működése. Hogyan kell ezt értelmezni, és miért lehet hatékonyabb majd az új rendszerben? Nyilván még az alapítványi átállás előtt ezzel kapcsolatban volt számos vita, és ezek a kérdések már akkor előjöttek. Ez nyilvánvalóan a jelen helyzetben nem más, mint az ellenzéknek az utánlövése. Gyakorlatilag akkor is elmondtuk, most is csak ismételni tudjuk, hogy az államháztartási törvény viszonylag merev szabályokat von az államháztartási rendszerbe tartozó intézmények gazdálkodásához. Értelemszerűen ennek valahol van logikája, valahol nincsen. Tehát például egy hivatali rendszer működésében van logikája. Tehát az egyetemek azért kilógtak mindig is ebből a sorból, mert az egyetemi világ az persze közpénzből működik, de alapvetően piaci szereplő, mert hogy a világban mindenhol a felsőoktatásnak van egy idézőjelben piaca, amikor egymással versenyeznek intézmények, versenyeznek a hallgatókért, azért, hogy minél nevesebb oktatókat tudjanak ott látni, minél nevesebb oktatókkal nagyobb innovációt tudjanak megvalósítani. Hát nem véletlen, hogy a magyar felsőoktatás a utóbbi esztendőkben már nem mint az oktatási rendszer részeként szerepel, hanem az oktatás révén az innovációnak egy fontos bázisaként is megjelenik. Ugye maga fenntartó jó sokáig az Innovációs Technológiai Minisztérium volt. Tehát ilyen értelemben már ez mutatta azt, hogy a laikusok számára is, akik kevésbé vannak az egyetemi világban benne, mutatta azt, hogy bizony az egyetem az a gazdasági versenyszférának is valahol a része. Most úgy versenyezni vállalatokkal, vagy akár más egyetemekkel, hogy idehaza, meg közben jogi szabályozók sokkal több békjót jelentenek, mint sem mozgástérbővítést, hát ez egy elég nehéz. Gondoljunk csak bele, hogy a Debrecen Egyetem az olyan körülmények között, amikor az államháztartási törvény keretei között kellett gazdálkodni, már akkor is egy olyan pályára tudott állni, ami nagyon jelentős gazdasági holdudvart, gazdasági kapcsolatrendszert jelentett, és az egyetemnek a bevételi oldaláról, ha nézzük a számokat, azt látjuk, hogy sokkal több származott a piacról, pályázatokról, ha úgy tetszik, a verseny oldalán megjelenő szektorból, vagy szektorokból, mint sem a költségvetésből. Most értelemszerűen ez alapján azt gondolja az egész egyetemi vezetés, szerintem okkal és joggal, hogy ha olyan körülmények között sikerült viszonylag komoly szintet lépni, akkor olyan új helyzetben, amikor nincsenek azok a békjok, amelyek, ha szabad fogalmazni, a futás nehezítik, akkor még gyorsabban tud futni az egyetem, még nagyobb perspektívái vannak. És hát eddig azt se felejtsük el, az egyetemeknek az, hogy a cégeik, mert az egyetemeknek ugyan lehettek cégeik, de a cégekből származó bevételeknek a felhasználása, az megint más, amikor az államháztartási törvény szabja meg, vagy megint más, amikor ez nincsen. Úgyhogy ezek így együttesen mind-mind fontosak, és ha mindehhez még hozzászámítjuk azt, hogy az egyik igen jelentős beruházás, állami beruházás, az egyúttal egy egyetemhez kötődő, egyetemi vagyongyarapító beruházás az itteni vakcinagyár, akkor még inkább azt kell mondanunk, hogy hát más logikát elég nehéz lett volna elképzelni, mert akkor egész egyszerűen működésképtelen a modell. Hogy kell elképzelni egyébként magát a finanszírozást, majd fixen megkapják az adott összegeket ezek az intézmények, függ bármilyen szemponttól, teljesítményt, ugye jelenleg itt az előző rendszerben a hallgatók létszámától függött az, hogy milyen összeget kapnak az egyetemek, felsőoktatási intézmények, ez az új rendszerben hogy működik majd? Hát őszintén szólva, ha csak is kizárólag hallgatói létszám, a mérvadó akkor az a legtöbb egyetemet,
és ez nem csak nálunk van így, hanem bárhol, ez egy általános modell. Ha ez a finanszírozás alapja, akkor ez a legtöbb egyetemet nem arra készteti, hogy a számonkérés, a tudás számonkérésé az a, hogy is mondjam, a szigorúbb irányokba menjen el, mert akkor kiderül, hogy esetleg több a kihulló, hanem igen, sokkal inkább... Az a cél, inkább, hogy több maradjon így, a rendszerben, ez, igen. Ez a fajta finanszírozás, kicsit durván itt mondok, de mégiscsak azt kell mondani, inkább az átlag középszert konzerválta, vagy tartósítja, erősíti, és ez nem biztos, hogy egy versenyképesség szempontjából az egész gazdaság, annak minden ágazatát megnézzük, hogy az feltétlenül szerencsés. Hát nagyon sokszor találkozunk azzal a panasszal a munkaadók oldaláról nézve. Van, ami jogos, van, ami kevésbé jogos, de ettől függetlenül megvan, hogy hát ha az iskola rendszer jobban képzett embereket bocsájtana ki, akkor mennyivel könnyebb lenne, meg mennyivel jobb lenne. Ez mondom, van, amikor jogos, van, amikor nem éppen jogos, mert hát azért ott sem mindig a realitások talaján vannak a munkaadók, de azért van megfontolandó szempont ebből. A bázisfinanszírozás, amikor az intézményt finanszírozunk, az megint csak nem abba az irányba viszi a rendszert, hogy teljesítményt és minőséget próbáljon ösztönözni. Itt most gyakorlatilag van egy keretszerződés a nagy egyetemekkel, az egyetemeket fenntartó alapítványokkal, úgy, hogy ebbe a keretszerződésbe be vannak építve olyan típusú indikátorok, kritériumrendszerek, amelyek a minőségi elmozdulás irányát igyekeznek ösztönözni. Nyilvánvalóan egyik pillanatra a másikra nagyon nehéz lesz mindenhol ezt zökkenő nélkül megoldani, de ebbe az irányba már a munkák azért a legtöbb helyen elkezdődtek. Itt Debrecenben is már legalább vagy 2 éve van olyan típus előkészület, hogy az egyes szakterületeknek a minőségi kritériumai azok körülbelül miket tartalmazzanak, úgy, hogy az adekvát legyen az adott szakra, és ugyanakkor ténylegesen ösztönző erőt is jelentsen. Ezt, ha úgy tetszik, egyszer már kipróbáltuk, itt Magyarországon, hogy bevezethető-e vagy sem, a szakképző rendszer, ez így történt. Nyilván ez egy megint más rendszer, és kevésbé olyan volumenű, mint a felsőoktatás, de ott sikerült ezt megcselekedni, hogy a szakképzésben oktatók, ott tanítók bérezése, az inkább ösztönző jellegű legyen, és nem egy ilyen generális, egyenletes béremelés volt mindenkire nézve, hanem figyelembe vették, hogy bizony ugyanazt a tevékenységet valaki nagyobb elánnal, több eredménnyel, többet munkával végzi, a másik kevésbé, és ez tükröződik a fizetésében is. Na, valami hasonló irányokat fog venni a magyar felsőoktatás is. Én azt hiszem, hogy aki ezt fontosnak tartja, az nehéz azt mondani, hogy hát ez nem jó. Mondjuk ez nyilván évekkelnek majd elteljenek, hogy kialakuljon majd maga a rendszer. Ugye a másik fontos döntés, ami hétfőn született, az a veszélyhelyzet meghosszabbítása. Erre most miért volt szükség? Ugye nyilván látjuk egyrészt a járványadatokat, hogy megint sajnos úgy néz ki, hogy megint kezd inkább nőni az esetszám. Ugye a negyedik hullámról beszélnek a szakemberek, ugyanakkor az ellenzék nyilván úgy fogalmazott, hogy próbálja a diktatórikus rendszert megszilárdítani a Fidesz a továbbiakban is, tehát ez is kritika volt. Az ellenzék a kezdetektől fogva az gyakorlatilag ellenezte a védekezést. Az ellenzék a kezdetektől fogva azt, abban volt érdeket, fogalmazzunk világosan, hogy Magyarországon legyen minél több betegember, és akkor mindezt a kormány hibájaként lehet felróni. És ez azóta sem változott, természetesen. Az első 3 hullám a járványnak az egy olyan millióben telt, amikor nem tudtuk, hogy mi a jó védekezés, mert nem volt vakcina. És akkor valóban azt kellett tenni, hogy korlátozni az érintkezéseket, lehetőleg minél inkább izolálni az egyes embereket a nagyobb csoportoktól, tehát ezért voltak ugye, hogy maradj otthon, használjon maszkot, nem volt iskola, csak online oktatás, és lehetne szépen sorolni. De azóta viszont van vakcina, hál' Istennek, és nem is, hogy éppen csordogál, hanem tényleg azt kell mondani, hogy Magyarországon van bőven különböző vakcina, tehát gyakorlatilag a védőoltást bárki megkaphatja. Abból következően van védőoltás, lényegében a védettséget ki lehetne alakítani, csak most előjöttek ugye olyan felvetések is,
szintén az ellenzék kezdetektől a védőoltásokkal szemben bizalmatlanságot keltett, még aláírásgyűjtést, meg petíciót, sőt országgyűlési határozati javaslatot is benyújtottak, hogy bizonyos vakcinákat azt el kellene törölni a föld színéről. Tehát látszik, hogy eszük ágában sem a védekezés volt, hanem valami más, nagyon szerintem aljas és gonosz politikai szándék. Na de hát, ha van védőoltás, akkor az lenne a megoldás, hogy minél több ember beoltassa magát. Viszont azt sem szabad eltagadni, hogy az ellenzéknek ez a destruktív magatartása azért talál követőkre. Vannak vakcinát és oltást ellenzők, és ilyen értelemben van tere a járvány terjedésének is. Egyébként azt mondják az orvosok, hogy mindenhol, nem csak nálunk, a világon mindenhol, ahol most ez az új negyedik hullám, döntően a delta variáns, ott azok vannak 98-99%-ban a betegek között, akik nincsenek beoltva. Akik be vannak oltva, azok azt kell mondani, hogy alapvetően védetnek számítanak, vagy ha mégis megbetegszenek, akkor sokkal-sokkal enyhébb lefolyású a betegség. Ebből következően nem lehet a védekezésnek olyan metodikája, ami arról szól, hogy bezárunk iskolákat, online oktatás és nem tudom mi minden. Tehát a gazdaságnak működni kell, ráadásul a gazdaság egészen jól fel is pörgött. Leggyorsabban talán egész Európában, Magyarországon sikerült újraindítani a gazdaságot. Ezt állandóan beindítani, leállítani, az egyszerűen nem megy. És azért van szüksége a veszélyhelyzet meghosszabbítására, hogy úgy lehessen fenntartani a gazdaság működőképességét, ha kell nagyon gyorsan intézkedéseket hozni, hogy az egész ország működőképessége szempontjából rendben legyen, de ugyanakkor közegészségügyi szempontból is a lehető legjobb állapotokat tudjuk fenntartani. És ha gyors intézkedéseket kell hozni, az igényli azt, hogy a kormány ilyen vonatkozásban adhasson ki rendeleteket, mert ha a parlament normál működési menetrendjéhez igazodóan ezt törvénybe kellene szabályozni, az nem két nap, meg nem két hét, hanem az gyakorlatilag másfél, vagy akár két hónap is. Úgy nyilvánvalóan betegséggel szemben nem lehet védekezni. Még egy dolog, ha már az ellenzékről itt ugye szó esett, zajlik az ellenzéki előválasztás, sőt lassan eredménye is lesz. Érdekelne egyáltalán a véleménye erről az intézményről itt Magyarországon, ugye nálunk nem megszokott, Amerikában van ennek inkább hagyománya, illetve hogy vajon ezt vehetjük-e egyfajta mozgósításnak az ellenzék oldaláról, és mondjuk erre válasz-e a Stop Karácsony, Stop Gyurcsány kampánya a Fidesz oldaláról, a kormánypárt oldaláról? Hát való igaz, hogy olyan, hogy előválasztás a magyar választási rendszerben nincs. Tehát ez egy jogilag, választási jog szempontjából értelmezhetetlen kategória. Az, hogy az ellenzéki pártok egymással megállapodnak egy ilyen valamiben, az a szívük joga, de ez egy privát akció. Hát ez olyan, mint hogyha bármikor egy családi összejövetel apropóján a szélesebb körű rokonság megállapodik abban, hogy a jövőben mondjuk arra fognak voksolni egymás között, hogy hol rendezzék a karácsonyi ünnepet mondjuk. De ennek közjogi értelemben és választásjogi értelemben semmilyen jelentősége nincsen, mert az, hogy ki legyen egy jelölt bárhol, azt el lehet dönteni kongresszuson, el lehet dönteni tárgyalásokon, el lehet dönteni akár így is, tehát igazából ez egy technika. De az, hogy ilyet kitaláltak, az nyilván nem véletlen. Ez nem arról szól, hogy keresik a legjobb jelöltet, mert ha ez így lenne, akkor gyakorlatilag mindenhol mindenki állított volna jelöltet, és akkor valóban az előválasztásra magukat rászánó szavazó polgárok el tudják dönteni, hogy nekik kik a szimpatikusak. De ezeket letárgyalták még mielőtt elkezdődött volna az egész ügy. Lehetett egy csomó helyen tudni, hogy már megvan, hogy kit akarnak ott közösen elindítani. Ez egy színjáték. Itt Debrecenben is nagyon jól láttuk, hogy még egy derék egyetemi professzort is ilyen értelemben orránál fogva vezettek, valljuk be őszintén, Fábián István volt rektor, professzor, azt gondolta, hogy ez egy valós választás. Aztán kiderült, hogy hát sajnos, nem sajnos nézőpont kérdése, de hát tulajdonképpen őt megvezették. De nem is kicsit, hanem nagyon. Ez egyszerűen arról szól az egész, hogy az ellenzéknek nincs mondani valója,
sem gazdaságpolitikában, sem társadalompolitikában, sem külpolitikát illetően, sem rendészeti kérdésekben. Magyarán nincs programja. Amit lehet tudni, hogy mit akarnak csinálni, az pedig ugyanaz, amit 2002-2010 között megtettek. Ez érint adóemeléseket, érint családi támogatás leépítéséket, érinti a migráció kérdését. Karácsony elszólta magát, hogy ők beengednék, csak erről nem érdemes beszélni, mert az nem lesz jó a választások szempontjából. Úgyhogy ez érinti a családvédelmi törvényt is, a gyermekvédelmi kérdéseket is. Tehát ugyanazt akarják csinálni, mint korábban, megspékelve néhány olyan idiotizmussal, ami most nyugaton hirtelennyiben nagyon divatos valami lett, ebbe beleértve az LMBTQ-tól kezdve minden ilyesmit. De hát ezekkel a magyar társadalom nagy része meg nem vevő. Egyetlen egy dologgal tudják a saját híveiket valamelyes mozgósítani, mert ha megkérdeznek egy baloldali szavazót is, hogy egyetért azzal, hogy az iskolába bemenjen mondjuk egy ilyen LMBTQ-s aktivista, és ő a 10 éves gyereknek magyarázzon, akkor azt fogja mondani egy tisztességes baloldali szavazó is, hogy na hát az ez már nem. Tehát mivel ezzel nem állhatnak ki kampányolni, marad egyetlen egy dolog, hogy utáljuk együtt a Fideszt, Orbán Viktort, a nem tudom én kicsodát, és ez igazából az egész stílust meghatározza. Tehát nem arról beszélnek, hogy ők a gazdaságpolitikában azért lennének jobbak, mert ilyen és ilyen intézkedéseket hoznának. Vagy azért lenne jobb az ő kormányzásuk, mert a családok számára ezt és ezt és ezt tudnák nyújtani. Erről szó sincsen. Marad a gyűlölet, és ezért hihetetlen alpári a stílus, erőszakos, visszatetszést keltő. Azt kell mondani őszintén, hogy a magyar politikai kultúrát és a közéleti kultúrát, a közbeszédet is valami hihetetlenül mély szintre vitték le. De hát ez megmutatkozik egyébként az ő ismert szellemi színvonalokon is, ezt kell mondani. Ha megnézzük, hogy kik voltak mondjuk Debrecenből baloldali képviselők az országgyűlésben régen, meg kik vannak most, hát engedhessék meg, hogy az azt mondja, hogy ég és föld a különbség, mondjuk egy Daróti Zoltán professzor, akadémikus, matematika professzor, Varga Zoltán, alufóliás isak. Hát körülbelül itt tartunk. Ehhez képest a Stop Karácsony, Stop Gyurcsány kampány, az miről szól, hogy hiszen az ellenzék azért ezt úgy tálalja, hogy na bizony a Fidesz fél tőlük, ezért próbálnak mindenféle eszközt bevetni annak érdekében, hogy hitelüket rontsák. Nem, pont az ellenkezőről van szó. Az ellenzék pártjaik, köztük olyanok is, amelyek pontosan azért jöttek létre, más Jobbik, LMP, Momentum, mert a Gyurcsányféle kormányzás, meg az a hazugság, az a erőszakosság, az a terror, amit akkoriban különböző etapokban megvalósítottak, az irritálta sok esetben a baloldal szavazóit is, pont ez ellen jöttek létre. Most viszont azt látjuk, hogy ezek a pártok mind-mind rehabilitálták. Elfogadták, tudomásul vették, és lényegében behódoltak Gyurcsány Ferencnek, aki pedig megpróbálta az elmúlt másfél évtizedet, vagy egy jó évtizedet azzal tölteni, hogy magát egy ilyen szerethető figurának beállítani. És valóban van egy korosztály, amelyik nem élte meg a Gyurcsány korszakot, amelyik akkor még vagy nagyon kicsi volt, vagy lehet, hogy meg sem született, és nem tudják, elfelejtik, nem értik, hogy mi is a baj, vagy mi volt akkor. A mi kampányunk az lényegében azt az időszakot próbálja ismét feleleveníteni, hogy lehet választani a mostani, vagy az akkori Magyarország között. Mindenki döntse el, hogy neki melyik volt a szimpatikus, akkor, amikor az utcán lovasrendőr rohamot vezényeltek, vagy akkor, amikor leépítették a családtámogatásokat, megvonták a 13. havi nyugdíjat, vagy most, amikor visszaépítés van, többetjuttatás van, és bárki bármikor tud tüntetni, anélkül, hogy itt a rendőrök kilőnék mondjuk a szemét. Tehát ez erről szól, nem másról, ez nem egy ellenkampány akar lenni, de azért a múlt bűneit nem szabad elfelejteni, mert van egy nagyon régi bölcsesség, aki a múlt bűneit elfelejti, az arra ítéltetik, hogy azt újra átélje.
Nem szeretnénk újra átélni. Na hát minden esetre az már most látszik, hogy mozgalmas időszak lesz jövő áprilisig a választásig, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!